ismét a Balatonon. Szántón. Átmegyünk hajóval és megkezdjük egy kis húsvéti tihanytúrát. Balaton szépen megtelt. Gyönyörű, szép kék a vize. Látni, nem sok mindent látni. Párás a levegő nagyon. És majd jön a szerkezet. Tihany rév, és indulunk túrára. Klub Tihany szállodánál kell elmenni, a sárga sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, jaj, arra a dombra ott jó, itt a dottó, lokomotív. Majd ezzel jövünk vissza, hogyha sürgős lesz, jó lesz úgy, nem? Hát, ha ott lesz, ja. Itt a Klub Tihanynál be kell menni. Itt vezet a turista út. Napot. Napot. Itt balra. Ki van csinosítva, takarítva, főzászhoz. Már készülnek a sizönre, szezonra. Ott igen, lent a apátságnál, ott le kellett menni egy kicsit, tudod. Hát, ja, persze. Szerintem most nyitva lesz. Jó. Klub Tihany területe. A házak. Nem gondolom, mire se. Szállodához vezető út. Elérkeztünk a szállodához. A szálloda mellett vezet az út, egy kapun keresztül. Igen. De, hát miért ne? Hát mindegy, a szabásája jól néz ki. Hát csak az, hogy betonból. Nem téglaépítés, hát busz is van itt, látod, kettő. Itt fújják ám a madarak is, fölébredtek szerencsére. Szépen virágzik a barack kis már. Nem? Hát... És akkor itt van. És a kapu. Visszacsukjuk. Ha bár jönnek mögöttünk. Akkor megkezdjük az emelkedést.
ember alatt nem fogunk fázni. Egy kis rendteremtés folyik itt. Tyúkúr virágzik ám. Nem sokára odaérünk egy templomromhoz. Ez a sárga és a zöld út. És a templomra. Körösen gyűlölt híd is látszik. És a Balaton. Tovább az út. Nézd, a Györgyike is virágzik. Hát itt déli pa oldala. Elég régóta süti a nap. És teljes szélcsend van, nézd meg. Útjelző táblához érkeztünk. Gejzik mezőre fel. Cserhegy, Akasztódomb. Tihany hajóállomás, Ülaki templomrom, Tihany név. Arról jöttünk. Hálóeresztő csúcshegy a szóv. Na, megyünk tovább a Gejzik mező felé. És majd ott elmegyünk az aranyház irányába, belsőtől, és akkor föl a faluba. Kezdenek a levelek előbújni. Az idő nagyszerű, egy felhő sincs az ég. Szellő sem lesz, jó idő van. Végre. Lassan megérkezünk a Gejzik mezőhöz. Ezek a sziklák a vulkáni működés nyomait viseli. Kitakarították ezt a részt is, úgy látom. Nézd, ilyen szép kis kőtörő virágok vannak rajta, ezek a sárgák. És gyík. Előkerültek a gyíkocskák. Na, hova lettél? Már napoznak.
lehet menni a barlanghoz. Megint egy útjelző tábla. De gyors ez a gyík. Ott megy a... De picikék még, kölyökök. Kölyök gyíkok. És mi lenne? Hát ez csak ilyen kicsik. Fülke. Esőbeállónak jó. Elmegyünk az aranyház fele. Fotó készül. Szerintem együtt meg ezt is, mert el fog minden úrban. Úgy legyen. Akkor erősítsünk továbbra is túl a Rudival. A pöttyös. Ébredezik az erdő. Fekete Rigó is ott megy. Még egy sziklapúp. Ott egész jó ki van nyírva az a sárga világ. Ott egészen nézd meg, mennyi van, sok. Linda? Aha. Hát lehet. Eznek a neve pedig, ami ki van írva, Borzvár. Hoppá! Egy kis szikla, kilátó. Megnézem, mi van erre a táblára kiírva. Fölmenjünk? Menjünk. Tölgyes kúp. Fölmenjünk, akarsz fölmenni? Menjünk. Megmásszuk. Panoráma kép a Tölgyes kúpról. Thank you.
csingamutató következik. Hát akkor... Fölfele. Két irányból is el lehet menni az aranyházhoz. Mindegyik 300 méter és 5 perc. Érdekes, nem? Jó gazos tisztás, amin nincs semmi. Cserhegy van arra. 5 perc. Biztos, ahol azok a tornyok vannak. És pedig az aranyház. Meg sem próbálom azt a gyíkot. Még egy útjelző tábla. Átjáró barlang 190 méter 3 perc. Hát menjünk. Nézzük meg, mi van arra. Egy csomó kidőlt fa. Lépcső. Lehet buktácsolni. Érdekes alakzatokat mart ki a szénsavas víz. De főkapaszkodott valaki. Ide mosolygunk a kamerába. Csak... Na, szerintem menjünk tovább. Lemászhatsz. A visszaút, a
amin jöttünk. Lassan megérkezünk az aranyházhoz. Itt meg valami barlang van. Be is lehet menni egy darabig. Nem. Valami barlangos kiállítás. Hát ilyen kavicsok vannak itt kiállítva. Kőtípusok. Pannonkori bazaltufa, meg mit tudom én. Ez egy olyan, mint egy régi pince. Régi pince forma. És az aranyház. Erre is lejöttünk volna a barlangtól. Domboldal tele virággal. Viszont van Györgyike egy csomó, egy kupacban. Rengeteg a gyík itt. Dongó. Barlang. Távolban látszik a külső tó. Hát nem sok viszerlet van. Igazából áldás. És innen gyönyörű a kilátás. Tihanyra, Szabadságra. Látszik a belső tó. Másik szikla. Ma nagyon sok turista van. És akkor a tájkép.
ház melletti kúpon vagyunk. Ez egy kisebb szikla. De innen aztán nagyon szép kilátás nyílik. Belső tóra. Bakony, Balaton felvidék rész, és természetesen magára Tihanyra, az apátsággal. És a falusi házatra. Valószínű azok mandulák, igaz? Ott szedtünk mandulát, nem? Gyerekzsivaj van ám űrgeréten. Micsoda béka kuruttyolás van, hallod? Megy ám a helyfoglalósdi. Lassan megérkezünk a külső tóhoz. Az aranyháztól. Megszaporodtak itt a látogatók. És a tópart. Melletti út. Kerítés van, itt nem lehet lemenni a tópartra. Értünk a tópartra, ahol jócskán vannak most. Hosszú hétvége, húsvét, és remek idő. És a déli harangszó. Ott fut az űrge, nézd a!
Hú, kettő is van. Hát nem rülge, ott a ürge. De hát nem nagyon látszik, mert... Hát ez a úgynevezett ürgerét. Vagy nyúl ez? Te... Hát nem nyúl. Figyeld, itten szemez veleme. Ott a párja is. Nagyon dolgoztak valamin. Látszik, elment. Mind a pár. És akkor egy kép az belső tóról. Igen, ezért van a pálya. Hegyek. Levendul a ház, látogató központ. Rengeteg autóval. És a háttérben gémeskód. Nézd meg, el lehet bújni benne madárlesre. Mert ezek azért vannak itt ki lakva. Hát csak még nem jöttek meg biztos azok az énekes madarak. Békát már lehet lesni. Nézd, van itt hermelin is, meg vidra. Kockás sikló, vízi sikló, kakukk. Hát mostan semmit se látni. Meg az a sok ember, amit beledobál ide. PET palackot, azt viszont lehet találni a vízbe is. Virágzó mondulafáke. Mennyi mondulát szedtünk itt róla, nem? Ez milyen bokor? Nem tudom, ez van. Érdes levele van. Itt szedegettem a mondulákat. Ezen a járdán itt rengeteg volt. Szóval neked nem kell a mandulás. Mandulás, levendulás, kakaó.
zümmög a fa. Teljes színpompájában mandul. Micsoda illatok vannak. És akkor Tihany belsejébe érkezünk lassan. A falu belsejébe. Szép régi házak. ...1827, ez sem most készült. Parasztudvar zárva van. Még sok minden nincs nyitva. Balaton melletti épülő köroszlopos házak. Füstös ház. Fagylaltahozó, ahol az előbb sokat ettünk. Finom ütét. Finom fagyit. Most véti forgatag az apátságnál. Kiváltás. Most nem kell belépődíjat venni? Dehogy. Hát már ott nem látni senkit sem. Hogy kerülnek ezek az autók itt a föl vajon? Följönnek valószínű, ugye? Ja? Ja, mert olyan izékkel le van zárva, olyan csövekkel, vagy mivel, nem? Panoráma! Hát egy kicsit azért lehet látni. A Tihanyi visszhang. Gő.
rá várja. Füredélből. Panoráma. Apátság melletti hegyről. Szép kis park. Gyönyörű szép a kilátás. Tényleg a madár építkezik. Azt hiszem nagy a gerenda, amit be akarod a szállítani a lóba. Jó lenne egy stílbű rész a tenyegének. És akkor egy záróként. Mára befejeztük a túrát. Nagyon sorban nem kell állni jegyérre, azért biztos. Türelem kell hozzá, meg sok idő, nem? Antik ószeres. Köszönöm.
nem itt voltunk egyszer bent? Nem. És a kompon újra hazafelé. Nem tudom. De iszom. Még látszik Baracsony azért nagyon homályban.